A gyakorlati feladat megoldásán dolgozik Tóth Péter, aki 1998 óta villanyszerelő. Azt mondja, úgy érezte, hogy most jött el az ideje a mesteroklevél megszerzésének. Ezért jelentkezett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében indult mestervizsga felkészítő tanfolyamra. Egyrészt szembe jött a lehetőség, másrészt meg magamnak presztízsből, illetve egy kis szakmai továbblépésből gondoltam, hogy kéne foglalkozni a mesterképzéssel, mestervizsgával. Illetve még annyi előzménye is volt a dolognak, hogy idén év elején a kamaránál én megcsináltam külön a szakoktató képzést, és ugye szervezőnk Kata ott említette, hogy ez egy nagyon jó belépő ide, hiszen ebből akkor már itt felmentésem lesz. Így a három modulból a pedagógia ezzel megvolt. A pedagógián kívül vállalkozói és szakmai ismeretek voltak még a tananyagban. Találkozott újdonságokkal, ami miatt már megérte részt venni a tanfolyamon és a vizsgán, mondta a mesterjelölt. A mesteroklevél megszerzése fontos esemény egy villanyszerelő karrierjében, mondja a vizsgabizottság tagja. A mestervizsga adja tulajdonképpen a szakma csúcsát. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy ugye a jó szakemberek közül is a legjobbak jönnek mestervizsgára, illetve akik valamilyen célt szeretnének elérni. Gondolok itt akár egy tanulóképzésre, tehát hogy a megszerzett tudást tovább szeretnék adni a következő generációnak, vagy egy olyan elismerést szeretnének a környezetükbe, amiből egy kicsit kitűnnek, mert egy mestervizsga az mindig is a rangot, egy külön elismerést jelent. Tehát így van ez a napjainkban is. A novemberben záruló mesterkurzusra 15-en jelentkeztek. Ők a sikeres vizsgák lezárása után már november végén átvehetik majd mesteroklevelüket a képzésszervező és a vizsgáztatást lebonyolító Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában.